két dolog, ami szerintem a Kaliramot a jelen piacon unikálisra teszi, hogy nagyjából mi majdnem azonos arányba hozunk értekező prózai, tehát történeti, filozófiai, irodalomtudományi és bármilyen tárgyi munkát. Tehát ezt a nyitottságunkat meg tudtuk őrizni, és most is sok olyan szerző jön hozzánk, aki ismerte volt, Markó Bélának jelenik meg például a könyvfesztiválon könyvben, vagy olyanok, akik régi szerzőink. Ennek az, hogy ez van, és persze szép irodalmat, világirodalmat, mást adunk, és ebből olyan nagyon jelentős kompromisszumokat nem tettünk, ha tetszik a popularitás irányába. De ezt nem azért mondom, mert azt szégyelném, hanem azért, mert ez nekünk nem megy. Minden tavasszal egy könyvfesztivál előtt nyilván, aki kiadóba dolgozik, és itt szorong, hogy vajon amit elgondolt, az úgy történik-e, mi az, amihez sikertnek a lehetősége fűződik. Elsőként bizonyára Gervai könyvét mondanám, Gervai Andrásnak a Titkos Magyarország, hiszen ennek az előzménye, ez a könyv igen sikeres volt, és az érdeklődés is a kereskedők felül talán ez. Másrészt meg furcsa módon így alánkavart a közvetlen történelem, hiszen ez a mindennapok kádárizmusának besugó mechanizmusát és történeteit mondja el. Részben nagyon híres emberekét, részben meg azokét, amire így nem gondol az ember, hogy a postásokat miként vegzálják. Ez nagyon összetett könyv, ugyanakkor rengeteg munka van benne, és nyilván az az elszántság és komolyság, amivel Gervai megcsinált, ez rendkívül figyelemre méltóvá teszi a könyvet. Az ember nagyon sok típusú könyvnek tud szurkolni, mert ugye Berta Ádámnak a Miki nem Finnyár című, én magamban cool regénynek nevezem, nem biztos, hogy akkora figyelmet kap, hogy ez a minimalista amerikai prózához közel álló írásmód és egy mai karriertörténet budapesti vidéki viszonyok között, ez képes akkora figyelmet gerjeszteni, mert nem annyira a könyvet olvassák az emberek, hanem szerzőkre figyelnek. Berta még ismeretlen, de azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a regényet teszi legalábbis irodalmi körökben sikeressé. És a sikert ezt mindig sokféleképpen mondom. Én számomra mindig fontos az, hogy mi az olvasata. Felvidéken él Gazdag József, az egyik legkitűnőbb prózaírónk, akinek egy könyv, a fiatalok közül, akinek csak egy könyve ismeretes, és azt mondom, hosszú ideig nem szólalt meg. Most viszont egy teljesen más dologgal állt elő. A foci botrányokról írt egy könyvet, meg a magyar labdarúgás. Úgyhogy kevesen tudják, hogy az egyik legjobb sportújságíró, rendkívül népszerű volt az Új Szóba és a Foci Tip magazinja, rendkívül élvezetesen ír, és ő volt az, aki minden tárgyalásra elment, és ezt az egész aljas, rohadt, széteső magyar futballnak a hátsó ajtaját mutatja meg. Azt gondolom, hogy ezt Eszterházy Péter fogja bemutatni a könyvfesztiválon. Remélem, hogy odafigyelnek, és nem a sunyogás lesz, mint mondjuk a besúgás történetekben is rokon. Komoroszi Géza egy hatalmas szöveggyűjteményt ad ki, már a másodikat, ami a zsidók történeti nagy sikerű könyvéhez fűződik. Most pedig a zsidó-magyar együttélés antiszemitizmus szövegeit mutatja be 1000 év távlatából. Tévedés, hogy csak az antiszemitizmusról van szó, szándékosan a kiadó sem ezt akarta kiemelni, de hogy ez a viszonynak azokat a dokumentumait, a szövegeit, amelyek a konfliktusokat nagyon sokrétűen mutatja. Két hatalmas kötet, ami ugye Komorocinak az elképesztő munkabírását meg szövegismeretét mutatja. Még egy könyvet emelnék ki, Ferber Katalinnak az Elárult Japán című könyve, ami azért érdekes, mert az Elárult Japán is nagyon személyes dolog, hiszen ő 22 évvel ezelőtt Magyarországról, és ezt a könyv nagyon személyes történet, hogy elmenekül a sorsa elől, vagy az itt fölhalmozott, és annak a kinkeserves beilleszkedés történetét meséli el, hogy hogyan honosodik meg Japánba, illetve hogyan talál meg egy fizikust, atomtudóst, aki később a férje lesz. Ugyanakkor, hogyha tippelnem kell, hogy mit fognak a legtöbben venni a könyvfesztiválon, akkor nem biztos, hogy ezt a 5 könyvet mondanám. Valószínűleg a Kitömött Barbárnak az újrakiadását, illetve Barnás Ferencnek a második kiadásban megjelenő Bagatell című regényének átdolgozását. Lehet, hogy az olvasók talán ezt fogják keresni. De egy könyv nem biztos, hogy a könyvfesztiválon érik be, lehet, hogy a könyvét vagy az utána következendő hónapokban válik sikeres. Thank you.